Ebben a gyakorlatban a GIMP szövegalakítási lehetőségeit fogjuk megismerni. Ehhez szükségünk lesz a szűrők használatának megismerésére. Már néhány szűrőt ugyan használtunk, de a legtöbbet most fogjuk először alkalmazni. Ahhoz, hogy szövegekkel tudjunk dolgozni, először egy üres állományt hozunk létre, egy üres fájlt, legyen ennek a mérete 180x120 pixel, 72 ppi felbontással, RGB színmódot használva és a háttérszín, ami most jelenleg fehér, állítsuk vissza eredeti háttér, illetve előtérszín, és így létrehoz egy ekkora méretű képet, ezt nagyítsuk föl. Erre hozunk létre egy szöveget, legyen ez a szöveg a GIMP. A szöveg beállított értékei a következők legyenek. Pipáljuk ki ezt is, hogy automatikus megjelenítési információk. Írjuk be a következő szöveget. GIMP, és létrehoztuk 60 pixel Georgia betűtípussal a szöveget. Most, mint tudjuk, a szövegréteg mindig új rétegként jön létre, és el is neveződik automatikusan. A következő fontos információ az az lesz, hogy a szöveget azt útvonallá lehet alakítani. Szövegből útvonal, megtörtént, ott az útvonal. Ezután az útvonal mozdítható. Tehát a szövegréteg, mint útvonal mozdítható. Mi történt a kijelöléssel? A kijelölés az eltűnt, ugye? Hát ahhoz, hogy ugye megkapjuk újra, ahhoz kijelölésé kell alakítani, tehát most visszavonok műveleteket. Igen. És az útvonal kijelölésé alakítása. Igen. És most nézzük meg, hogy ha így mozgatom, akkor tulajdonképpen mit fogok mozgatni. Továbbra is az útvonal mozog. Hogyan tudom mozgatni a kijelölést? A kijelölést, ha aktív a mozgató eszköz, az alt villantyű kombinációval, tehát a nyomvatartása mellett tudom mozgatni. Ez azért lesz fontos, mert a kijelölésünknek és az útvon a szöveg rétegünknek, amit létrehoztunk, célszerű lenne együtt mozognia. Ugye ez nem olyan, egy kicsit nagyobb nagyításba fogok belemenni, hogy egy pontos ráillesztést lássak, igen. Mert a műveleteink a szűrők alkalmazása így fog igazán szembe tűnővé válni. Jó. Akkor most következnek a szűrők. Először azonban kiveszem az útvonal láthatóságát. A rétegeknél a háttérréteg legyen az aktív. Következnek a szűrők. Először azonban a GIMP útvonalnak kiveszem a láthatóságát, hogy ne zavarjon. Megnézem, hogy a háttérrétegen állok-e. Igen, és aztán a szűrőkből a következőkkel fogunk foglalkozni, ezt majd a következő filmen mutatom be. Nagyon sok szűrő van, ami alkalmas erre. A szűrőknek különböző csoportjai vannak. Az alfát logóvá, itt minden gyakorlatilag szűrő alkalmas arra, hogy használjuk. Szövegalakítás, a fény és árnyék csoportból is van három szűrő, ami erre alkalmas. A művészi csoportból
szintén három olyan szűrő lesz, ami erre alkalmas lesz a dekor csoportból. Itt 5 szűrő lesz erre alkalmas, és a megjelenítés csoport 4 eleme szintén alkalmas lesz szövegréteg átalakításra. Ezeket fogjuk most megnézni, pontosabban nem most, hanem a következő filmen.